Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Christkindspiel. Seit 1996 wird Christkindspiel in Wadum wieder gespielt. Schwäbische Weihnachtskrippe in Nadasch. Dank der Arbeit von örtlichen Handwerkern ganz einzigartig. 5 wichtige Zutaten. So wird die Mohatscha-Fischsuppe zubereitet. Schwäbische Weihnachtsgerichte, Stimmung und Geschmack der alten Badesecker Weihnachten. Christkindl ist ein Singspiel zur Weihnachtszeit. Mädchen in Tracht und Kopfschmuck ziehen im Dorf herum und kehren in jedem Haus ein, um die Freudenbotschaft zu bringen. Der kleine Jesus ist geboren. Ihr deutschsprachiges Reim- und Singspiel wird mit Glockenklang begleitet. In Wadum wird dieser schöne Volksbrauch, den noch die hier angesiedelten deutschen Ahnen mitgebracht hatten, seit 1996 wieder gespielt. A Vádombi Német Nemzetiségi Önkormányzat fontos feladatának tekinti az ősök hagyományának ápolását és a faluban folyó kulturális tevékenység támogatását. Ezek közé tartozik egy nagyon szép népszokás, a Christkindlspiel, amelyet a falu fiatal lányai német nyelven játszanak el. A Német Nemzetiségi Önkormányzata tavaly ünnepelte 25. fennállásának 25. évfordulóját. Szeretném Holci János nevét kiemelni, aki alapító tagja volt ennek az egésznek, és sok éven keresztül az önkormányzat elnöki feladatát töltötte be, és nagyon sok szép sikereket értek el ez idő alatt. A német önkormányzat támogatja a helyi iskolában és óvodában folyó nemzetiségi oktatást is. Szeptember óta német néptáncot is oktatnak az iskolában, az egészen kicsiknek német játszóházat szerveznek. A német nyelvből legjobban teljesítő 8. tanuló díjat és pénzjutalmat kap. A szeptemberi iskola kezdéssel támogatjuk a középiskolásokat és a felsőfokú intézményben tanulókat, azokat is, akik a német nemzetiség területén folytatják tovább tanulmányaikat. Sok rendezvényünk van, amit sajnos a tavalyi évben nem tudtunk megrendezni. Ilyen januárban szoktuk a kitelepítettek emléknapját megtartani. A legnagyobb ünnepünk a Márton nap, ami háromnapos ünnepünk szokott lenni. Hagyományosan a helyi művelődési házban adják elő a bölcsőkézést, december 23-án pedig házról házra járnak a Christkindlisek, hogy elvigyék mindenkihez a karácsony örömét. Mivel idén a járványhelyzet miatt ezt nem tehetik meg, ezért a Várdombi katolikus templomban mutatták be a karácsonyi énekes játékukat. Várdombot 1751-ben telepítették be, miután a törökök kiűzettek a környékről, schwarzwaldi svábokkal, tudjuk is, hogy melyik faluból, egy Zeitern nevű községből származnak jó páran a várdombiak. Akkor 17 család jött ide, katolikusok voltak, hozták magukkal a hagyományaikat, és természetesen valószínűleg magukkal hozták ezt a karácsonyi ünnepi játékot, a Christkindlspielt, amit a háború előtt évről évre megrendeztek, mindig a 6. osztályos lányok járhatták körbe a falut. Ez egy nagyon fontos pillanat volt a családok életében, hiszen ez volt a karácsony. Nagy volt a szegénység, minimális kis ajándékokat tudtak egymásnak adni, de az volt a karácsonyi ajándék, hogy jöttek a Christkindlisek. Gyönyörűen fölöltözve, énekelve, csengőszóval elhozták kisbölcsőbe a kis Jézust, és a családokhoz elvitték a karácsony örömét. Na most ez a hagyomány természetesen 1945 után elhalt. Majd 1996 táján egy azóta sajnos elhunyt barátom, aki egyébként
amatőr néprajzos volt, fölelevenítette, batanította a gyerekeknek, és megszervezte újra a Christkindli járást, amit sajnos most a Covid felfüggesztett, hát reméljük nem szűnik meg végleg. Ezt úgy mondják, hogy ez egy bölcsőkézés, 9 lány és 1 fiú játsza el. A barátom, aki ezt a hagyományt fölelevenítette, Kis Tamásné Újvári Mária volt. A gyerekeket Sámuelné Fekete Hedvig és Vigant Brigitta készítette fel. Die deutsche Selbstverwaltung NADAS hat für den Advent 2019 etwas ganz Besonderes ausgedacht, was die Einwohner und Besucher auch dieses Jahr bewundern können. Die schwäbische Weihnachtskrippe ist ganz einzigartig gestaltet. Dank solcher Arbeiten von Handwerkern der Siedlung, wie Weinfässer vor Ort, ein Mahlstein, im Dorf angefertigte Tonsterne, Schmiedeisenzaun und ein altes Kutschenrad. A Németház mellett a Szent György templom közvetlen szomszédságában egy egyszerű, ám annál különlegesebb, fából és kőből készült Betlehem díszíti mecseknádast központját. A helyi német önkormányzat ötlete alapján egy modern, mégis a helyi néphagyományt bemutató Fachwerk stílusban épített istállót találunk. Ez a Betlehem a helyiek számára sokkal több, mint egy projekt, hiszen széleskörű összefogás eredménye az egyedi installáció. Voltak, akik kordókat, szalmát és fát adományoztak, de a helyiek a barkácsolásban, valamint a figurák festésében és öltöztetésében is segítettek. A mecseknádasdi Betlehemet először 2019 adventjén alakítottuk ki. Ebben az évben támadt az ötletünk, hogy itt a templom mellett alakítsunk egy ilyen Betlehemet, és igyekeztünk törekedni arra, hogy minél inkább a nádasdi motívumok, a helyi hagyományok jelenjenek meg ebben a Betlehemben. Így elsősorban a helyi mesterségekre és a helyi építészeti hagyományokra alapozva hoztuk létre ezt a Betlehemet. És ilyen formán alakult ki, hogy egy Fachwerk malomépületben kerüljön kialakításra ez a Betlehem, illetve az egyéb mesterségek is megjelennek itt a különböző állatok formájában. Így például nagy hagyománya van a helyi kádárságnak, így az állatokat, azokat hordókból készítettük el, illetve a szarvaik is szőlőtőkékből kerültek kialakításra, illetve még hogyha megnézzük a bárányokat, akkor azok pedig a helyi kötélgyártók múltjának állítanak emléket. Emellett az épületben még a Bodnár mesterség is megfigyelhető, illetve néhány kovácsolt vaselemet is elhelyeztünk, akik pedig a kovács mesterségre utalnak. Az advent minden hetében egyre több elem kerül ki ide a Betlehemhez, a negyedik adventre, illetve szentestére áll igazából össze, így módon egy kicsit ilyen élővé is próbáltuk tenni ezt a Betlehemet. Mecseknádasd elsősorban iparosairól nevezetes. A 18. századi első összeírások, valamint a későbbi hivatalos felmérések szerint a környező településekhez képest itt több kézművességgel foglalkozó mesterember élt. A helybeli nyersanyagadottságok, a kő, a fa és az agyag lehetőségét felhasználva a német telepesek Mecseknádasdra érkezésétől 1718-tól 1752-ig 26 féle mesterség művelői laktak a településen. Figyelemre méltó többek között a molnárok, a kádárok, a fazekasok, a takácsok, a bognárok, valamint az üvegesek számaránya. Napjainkban is számos olyan mesterember, kézműves vagy művészember él itt, akik a hagyományokat őrizve ápolják a több évszázados tudást, modern köntösbe bújtatva azt. Az építészeti örökség mellett a település múltját bemutató hagyományait, szokásait jellemző mesterségek jelennek meg a Betlehemben. A fákverkes szerkezettel épült az épület, ez a betelepülő németségre volt jellemző. A mesterségek közül a molnár mesterség, az a malomkerék mutatja meg az épület egyik oldalán. A bognár mesterséget az istálló bejárata fölötti kocsikerék jellemzi, a kovács mesterséget pedig a rácsos ablakszerkezet, illetve a kovácsolt vas kerítés mutatja be. A fazekasságot pedig a kerámiából készült elemek jelképezik. A kötélgyártás és a kádárságot pedig az állatok szimbolizálják.
Ez egy összefogás eredménye, a lakosok is hozzájárultak, a német önkormányzat tagja is, és igazából az egész lakosság is, a nagyasdiak nagyobb büszkék rá. A sváb Betlehemet vízkeresztig csodálhatják meg az arra járók. A tervek szerint jövőre lecserélik a Máriát és Józsefet ábrázoló bábukat. Az új szereplőket helyi mesterek készítik majd el. Die Fischsuppe von Mohács bewahrte die einfachste alte Technik, um einen je einheitsreicheren Suppe zu bekommen. In der am Donauufer gelegenen Stadt kocht man nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über Fischsuppe. Paprikapulver kommt in die Suppe erst, wenn sie schon kocht. Nudeln sind auch eine wichtige Zutat, die von Mädchen und Frauen geknetet und gekocht werden. Doch nur wenige wissen, warum eigentlich Nudeln in die Fischsuppe kommen. A mohácsi németség jellegzetességei különböznek a környező sváb településekéitől. A népcsoport életében meghatározó szerepet játszott a Duna közelsége, valamint a környező német falvak hagyományainak továbbvitele. Ezek ötvözete adja a helyi németség sajátosságait. A dunamenti svábok nem véletlenül kapták ezt az elnevezést, hiszen az őshazából, a mai Németország területéről a Dunán érkeztek tipikus hajóikkal, az úgynevezett Ulmerschachtel nevű tutajokkal a Kárpát-medencébe, és elsősorban a folyó mentén is telepedtek le. A Duna közelsége okán sokan álltak halásznak, vízimolnárnak, ami meg is határozta a svábok kapcsolatát a hallal, a halételekkel. Nem volt ez másképp Mohácson és környékén sem. Számos leírás, könyvtári és múzeumi anyag bizonyítja, hogy a környék vízimolnárjai jó részt német származásúak voltak. Itt tőlünk körülbelül 30 folyamkilométerre lejjebb Apatin települése, amiről azt kell tudni, hogy ez egy 80-90%-ban németek lakta település volt egy 100 évvel ezelőtt még. Ott nagyon sok hajomolnár dolgozott. Ugye ezek nagy része német származású volt, és ezeknek a hajómalmoknak az alkalmazásában számos fiatal inas legény volt. És ugye hát ezek a fejlődésben lévő fiatal inas legények mindig éhesek, és hát mit lehet nekik adni ételként a Dunán? Nyilvánvaló halászlevet, de hát ez annyira azért nem laktató étel így önmagában, és hát így ennek az apropóján gondolták ki ezek a molnárok, hogy hát ami a malomba adott, ugye a liszt, abból készítenek tésztát, és ezt hozzáadják a halászléhez, mert egy sokkal tartalmasabb ételt lehet így tulajdonképpen kapni, amivel már jól laknak ezek az inaslegények, és hát ez a szokás onnantól kezdve így elterjedt a, hát egészen talán Bajáig bezárólag, hogy a halászlevet tésztával eszik, illetve esszük. A dunaparti városban nem csak karácsonykor, hanem egész évben főznek halászlét. A lé nélküli halhúst külön tálalják, sőt, nagyrészt külön is fogyasztják. A mohácsi halászlé készülhet kizárólag pontyból, de vegyesen más halak hozzáadásával is készítik. A mohácsi halászlé, ugye ez egy nagyon ősi étel, itt a Duna mellett már nagyon régóta készítik ezt az ételt. Öt dologból áll egy halászlé. Ugye nagyon fontos, hogy kiváló hal alapanyag legyen hozzá, azon nagyon sok múlik. Nagyon fontos a paprika minősége, illetve hát kell hozzá még bele hagyma, víz és só. Ebből az öt dologból épül fel ez az étel. Tehát ez egy nagyon egyszerű étel, nagyon könnyedén el lehet készíteni. Ennek ellenére azért el is lehet rontani, tehát azért figyelni kell az arányokra, ami nagyon lényeges, és hát ugye a hal minőségére. Itt a Duna partján, Mohácson azért minden héten egyszer-kétszer azért terítékre kerül valamiféle halétel. Karácsonykor meg ugye különösen. Hát Mohácsron ugye az a jellemző, hogy mindenki nagyon-nagyon nagy szeretettel fogyasztja ezeket az ételeket, nemzetiségtől függetlenül, tehát ennek nagyon nagy hagyománya van itt a Duna partján. És hát ugye mi erre a halászlére, mint a Mohácsi Német Önkormányzat, építettünk egy rendezvényt, egy fesztivált, a Dunamenti Hal Fesztivált. A gasztrokulturális fesztivál célja a halételek sok színűségének bemutatása, melynek fókuszában a dunamenti halételek, kiemelten pedig a Baranya megyei értéktárban is szereplő mohácsi halászlé, illetve a magyarországi németek kultúrája, szokásrendszere és népművészete áll. Nach Badeseck kamen ab Anfang des 18. Jahrhunderts in mehreren Wellen Siedler
aus verschiedenen Gebieten des Deutschen Reiches. Die ersten endeten den Tod, die zweiten die Not, erst die dritten das Brot. Das Gemeinsame bei den hier Angesiedelten war ihre katholische Religion und ihr Beruf. Sie waren meistens Landwirte und Winzer. Fleißige und sparsame Menschen, deren Sparsamkeit auch ihre Feste prägte. Stimmung und Geschmack der alten Badesecker Weihnachten werden von Frau Antalne Wittendorfer wachgerufen. Frau Antalne Wittendorfer hält die Pflege der Badesecker ungarndeutschen Traditionen für wichtig. Vor Weihnachten haben wir sie über die alten Feste gefragt. Wie sie sich erinnert, bereiteten sich die Ahnen viel mehr auf das Fest vor. Jeden Morgen in aller Früh gingen sie in die Kirche zur Rorate und fasteten. In der Fastenzeit wurden auch spezielle Käsegerichte zubereitet. Sie ist auch gemacht, süß, aber nicht mit Zucker. Und dann haben unsere Leute auch noch Pfauderkäse gemacht, sogenannt Pfauderkäse. In der Adventszeit haben sie sich auch vorbereitet, aufs Essen auch, so gesagt, weil da waren die Schweine, Schlachterei, da war dann das ganzjährige Fleisch oder Wurst oder was sie halt gemacht haben, von aufgearbeitet haben. Das am 24. Abend, das war der süße Abend und da hat man auch einen Fasttag. Und den Tag haben sie nicht viel gegessen, die Leute. Und Abend haben sie etwas Süßigkeit gegessen. Und da habe ich noch sowas gelesen. Das weiß ich nicht mehr von uns oder von meinen Eltern oder Großeltern. Sollen 7 Süßigkeit auf den Abendtisch kommen. Und Süßigkeit ist nicht nur Backwerk, weil natürlich früher haben sie auch nicht so viel gebacken. Ein gegangener Teig, da mit Mohn und Nuss gefüllt oder vielleicht auch hier und da Strudel, aber so Torten oder sowas war nicht früher. Da war dann getrocknete Früchte oder Kompott, was sie eingemacht haben im Herbst oder wie halt das die Zeit da war. Die 7 Leihsüßigkeiten durften nur aus dem eigenen Garten stammen. Es gab Mohnnudeln mit Honig, Äpfel, Birnen, Trauben. Es wurde genau gezählt, ob wirklich 7 Obstsorten auf dem Tisch sind. Dann wurde bis 11:30 Kameter gespielt, ein Kartenspiel mit Maiskörnern. Zur Mitternacht war die Mette, anschließend das zweite Abendessen, Schwadenmagen und Brot. Und da haben sie dann feine Suppe gekocht und natürlich das gekochte Fleisch dazu mit irgendeiner Soße, Kreissoße oder sowas. Kree, also Meerrettich. Bei uns sagt man Kreissoße. Da haben sie den Kree gerieben, in Backofen oder halt in der Röhre ein bisschen abgeröstet und dann eine Eibrenn gemacht, Schwitze, und darauf ist gekommen der Meerrettich und mit Milch aufgelassen. Und das war auch ein bisschen süßlich gemacht. Oder Tomatensauce oder sowas war, oder Knoblauchsauce haben wir auch gemacht, ja. Abend vielleicht war geräuchertes und dazu haben sie auch Meerrettich gegessen, ist halt mehr gemacht worden und dann haben sie, was überblieben ist, das haben sie noch mit Essig, Salz und Zucker, Süßsäuer vorbereitet. Also in meiner Zeit, da war schon Christbaum, aber meine Mutter hat erzählt, als früher haben sie Wacholderäste und die haben sie ein bisschen geschmückt mit Nüsse
oder Apfel dazugelegt und das war der Christbaum, Weihnachtsbaum. Und Geschenke waren auch so, Früchte oder Nuss oder vielleicht ein bisschen Zucker oder Schokolade, aber es war nicht Spielzeug oder sowas, haben die Kinder nicht bekommen. Damit sie nicht in Vergessenheit geraten, wurden die Rezepte der örtlichen schwäbischen Speisen gesammelt. Auf den Badesäcker gastronomischen Veranstaltungen werden diese auch regelmäßig zubereitet. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.